Sziasztok, én Elk Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodos napot szeretnék kívánni. A most következő videóban pedig egy rövidke tanulságos kisfilmet hoztam el nektek, méghozzá a Dármán nevezetű csatornáról. Itt baromira jó sztorik vannak folyamatosan, tele váratlan fordulatokkal, izgalmakkal, érzelmekkel. Én nagyon, de nagyon szeretem őket. Na de a most következő rövid filmünknek az a címe, hogy ezért ne üzz gúnyt más emberekből. Szóval akkor ezek szerint valakit nagyon, de nagyon bántottak, és ez egy szomorú sztori lesz, de amúgy a saját életemben én azt vettem észre, hogy általában azok az emberek gúnyolják a másikat, akik nincsenek megelégedve saját magukkal, vagy pedig a saját életükben valami hatalmas nagy probléma van, és ezt a bajt próbálják kivetíteni másokra azáltal, hogy bántják a másikat, hogy neki is rossz legyen, hogyha neki rossz. Annyit tudnék erről az egészről beszélni, de most nem ezért vagyunk itt. Hogyha pedig esetleg titeket bánt valaki, akkor mindig álljatok ki magatokért, és szükség esetén merjetek segítséget kérni. Na de akkor derítsük is ki, hogy mégis mi ez az egész, és akkor kezdjünk is bele! The Halloween costume contest is tonight. Hoppá, hoppá! No, I don't have enough money for a costume. A halloweeni jelmez verseny ma este lesz, a csajszínak pedig nincsen elég pénze egy halloweeni jelmezre. You don't need money. Hát csak nem fogja kigúnyolni. Ott is van! Ezt a csajt már most bírom! Nincsen szükséged pénzre a halloweeni jelmezedre, csinálj egy jelmezt úgy, mint én! Bírom ezt a hozzáállást! Got my jacket wet, Beth. I'm so sorry, Vicky. And so this is $300 designer jacket that my dad got me. Ő lesz az elkényeztetett csajszí, gondolom, aki a másikat megalázza. Nagyon, de nagyon nem tetszik a stílusa. Érted, kiviselkedik így. Most oké, hogy leöntötte a kabátodat meg minden, de egyből ez egy designer kabát, amit 100 000-ért vett nekem az apám. Hiába van pénzed, hogyha nincsen hozzá elég intelligenciád, meg jellemed, és így viselkedsz. Vannak olyan dolgok, amiket pénzen nem tudsz megvenni, mint például az emberséget. Miért bánsz így vele? Az a baj, hogy nem láttam, hogy pontosan ki nem figyelt, de még az is benne van a pakliban, hogy ez a bunkó csajszí ment neki. Ki tudja, miért lenne ő kevesebb bármivel is, mint te? Meg mire fel ez a fellengző stílus? Feltétlenül amúgy el kellett mondania, hogy mennyibe került a kabátja. Az igazán gazdagok sosem flexelnek, főleg nem így egy kabáttal. Meg amúgy is, hogyha igazán tűz cuccokat szeretnétek, ott van a webshop lent a leírásban, firmitas.hu. Nem már, és szegény csajszí. Yeah. Szomorú is lett, és elrontotta ez a lánya kedvét. Wait. Hoppá, hoppá! Milyen lelkesen odarohant, és gondolom, hogy nem hagyja az iskola társának, hogy kidobja az ételt? Mert az még neki jó lehetne? Elkérhetem? Szükségem lenne arra a papír zacskóra, a halloweeni jelmezéhez. Na, mennyire kreatív, meg folyamatosan feltalálja magát, és az egész terve, hogy hogy fog kinézni a jelmeze, mert megvan akkor ezek szerint a fejében. You want my trash? Ew. Ja, hogy ez ugyanaz a csaj, aki az előbb megalázta őt. Szóval akkor szükséged van a szemetemre? Íííí! Miért kell így viselkedned? Te komolyan azt hiszed, hogy meg fogod nyerni a versenyt egy olyan jelmezzel, ami szemétből van? Nagyon is meg fogja, én hiszek benned, csajszí, mutasd meg mindenkinek, akik kételkedtek benned. Apukám mindig azt mondja, hogy ez az egész nem arról szól, hogy mégis mennyit van, hanem arról, hogy mit tudsz kihozni abból, amit van. Milyen bölcs szavak már ezek, és mennyire bölcs ember a lány édesapja. Ez komolyan
annyira igaz és annyira így van. Sounds like something a poor person would say. You really want this? A Chelsea pedig kis neveti őt meg minden, és azt mondja, hogy ez egy olyan dolog, amit a szegények mondanak csak. Fú, te! You can get it out the garbage. Beth the bum. Hogy lett valaki ennyire szívtelen? Érted? Mibe került volna neki odaadni a csajnak azt a papírzacskót? Semmibe. A Chelsea örült volna neki, meg minden, erre pedig mondja, hogyha kell neked, akkor vedd ki a szemétből. Semmire nem mész a pénzed, de hogyha ilyen vagy, így gondolkozol és így viselkedsz. Hát nagyon remélem, hogy ezzel a lánnyal fog történni valami, és meg fog valahogy változni, és rá fog eszmélni, hogy igazából nem erről szól az élet. Rendben van. Ott is van, ki is vette a szemétből, és a jelmezének az első része már meg is van. Annyira jó látni a mosolyt az arcán. Látjátok? Hiába van meg a másik lánynak mindene. Én még nem nagyon láttam őt őszintén mosolyogni. Bezzeg a Chelsea, aki folyamatosan készíti már a jelmezét. Fú, már megint szemétkedni fog mi. De hogy mondhatsz ilyet neki? Hát mindjárt oda megyek, és megvédem a Chelsea-t. Mit képzelsz magadról? Te mégis mit csinálsz itt? I just picked up something I needed for my costume. Ó, én csak vettem valamit, ami a jelmezemhez kell. Mennyire jó látod, hogy itt készül rá meg minden. Don't tell me you shop at the dollar store. Well, I was able to get these balloons. Ne mondd nekem, hogy az egy dolláros boltban vetted azt. És akkor mi van, ha ott vette? Miért kell lenézni? Fú, de felidegesít. You spent a dollar on your costume? How sad. Check out the new costume my dad got. És már megint lenézi, hogy jaj, csak egy dollárt költöttél a jelmezedre. És mégis azzal a jelmezzel ő fog nyerni, és nem te. Te szemétlány. Fú. Most pedig már megint vagánykodik, hogy nézd csak meg, hogy az apukám milyen jelmezt vett nekem, és mi lenne veled az apukád nélkül most full őszintén? Kedves leányzó, amikor mindent ő tesz alád, és azzal vágsz fel folyamatosan, amit az apukád ért el. Mindeközben a másik Chelsea önmagának kreatívan elkészíti a jelmezét, meg minden. It cost $200. 60 ezer forint volt, ezt is amúgy feltétlenül el kellett mondania, hogy 200-szor annyiba került az ő jelmeze. De ez nem jelent semmit. Ez nagyon szép. Én fogom ma este megnyerni. Nem pedig te. Szóval csak ne fecséreld az idődet. Nagyon, de nagyon remélem, hogy ez miatt a Chelsea nem fog összetörni, és csak azért is, meg fogja csinálni baromira jóra a jelmezét, hogy megmutassa neki is, hogy nézd csak meg, hogy mi van bennem, és hogy mire vagyok képes. És hogy igaz, hogy az enyém csak egy dollárba került, de mégis sokkal vagányabb lesz, mint a te jelmezed. It's not too late to return your balloons and get your dollar back. I'm sure you need it. Miért? Még nem késő, hogy visszavigyeld a lufiaidat, és visszakapd azt az egy dollárt, ugyanis tudom, hogy szükséged van rá. Miért viselkedsz így vele? Don't tell me that's your dad's car. Yeah? Why? Now it may- Leszólja a másik lánynak az édesapját, hogy ne mondd, hogy ez az apád kocsia. Fú! Nagyon, de nagyon felidegesít. Nagyon, de nagyon. Érted, az édesapja örömmel kiszállt abból a kocsiból, és örül, hogy ott van a lánya, és hogy végre láthatja a lányát. Check out my dad's ride. Nézd csak meg az én apukámnak a kocsiját. It's the new Rolls Royce. És hát ott is van. Meg is érkezett az apja a Rolls Royce-szal. Elmondja itt is, hogy amúgy 100 millió volt.
Miért kell folyamatosan árakat mondanod? Meg miért folyamatosan próbálsz vagánykodni? Ne csináld már velem ezt! Annyira, de annyira lélektelen ember leszel így! That's great for you, Vicky. Nagyon jó neked! I found this cardboard box in a recycle bin. I thought maybe you could use it for your costume. Oh, wow. Milyen lelkes az édesapja is, hogy talált egy dobozt, amit a Chelsea felhasznált a jelmezéhez. This just keeps getting better. Ez egész csak jobb lesz. Hogy mondhatsz ilyet neki már megint? About everything okay? Minden rendben yeah. van. Persze, apa. Everything's fine. Minden rendben And van. It's perfect. Thanks, Dad. Mennyire össze lehet amúgy törve ezek után a Chelsea belülről. De nézd csak meg, hogy a te jelmezed sokkal, de sokkal kreatívabb és jobb lesz. Ott is van a díj, amit meg lehet nyerni. Fú, de komolyan néz ki amúgy. Hát nekem is kéne egy olyan. That's an amazing costume. Thanks. Yeah, nagyon, de nagyon komoly a jelmezett Chelsea, mennek is már neki nyalni meg minden. Tuti, hogy te fogsz nyerni. Hát, hogyha már ennyi pénzt ráköltöttem. Remélem is. Nem minden csak a pénzről szól, és nem lehet mindent pénzzel elérni. Igaz, hogy rengeteg mindent el lehet, de mindent nem. Ezt jegyezzétek meg. Hoppá, hoppá! Hogy meg is érkezett a tanárjuk. Mennyire epiken konferálja már fel ezt az egészet. A pillanat, amire mindenki várt, végre el is jött. A Chelsea pedig már készül arra, hogy ő fog nyerni a 10. jelmezversenyt. Nem más nyeri, mint most bármennyire is gonosz, de azért reménykedek benne, hogy ne az a lány nyerjen, hanem az, aki saját magára készítette a jelmezt. Léci! Léci! Ez sem pofára a Chelsea! Ott is van! Mi van veletek? Meg is érkezett! Ott a kreatív, komoly jelmeze! És hát ő nyerte a versenyt. Mennyire jó volt a Chelsea-nak az arc kifejezése, ahogy pofára esett. Túlságosan gonosz amúgy, hogy ilyeneket mondok? Nem, ugye? De hát értitek, a karma, hát hogy bánt vele? A büszke apuka ott is van. Thanks, everyone. Wait. Mennyire örül no. neki egyen meg. Amúgy a másik lánynak az apukája elment egyáltalán erre a versenyre? Vagy csak megvette neki a jelmezt, és nem is foglalkozott többet a gyerekével? Erre még kíváncsi vagyok nagyon. Szerintem amúgy a háttérben itt a Chelsea-nak az apukája van. De miért nem szól rá, hogy így viselkedik a lánya? Elkezdi ott a jelenetet rendezni, hogy én bezzeg 60 000-et költöttem és mégsem én nyertem. There! Ez nem igazság! You made your costume out of trash? Te csináltad a jelmezedet? Szemétből? Hát meg sem lehet mondani. How? Hát de mégis hogyan? Well, my family doesn't have a lot of money. Ott van amúgy a másik csajnak is az édesapja. Hát, a családomnak nincsen túl sok pénze. So I had to be a little creative. Szóval kreatívnak see, kellett lennem, ahogy látjátok. Én elkértem tőled a papír zacskódat, amit kidobtál volna a szemétbe, amik ugye a jelmezemnek a homok tartói. My dad found me a cardboard box that I colored on with a marker to use as my basket. Annyira jó látni, hogy milyen beleéléssel mesél a jelmezéről. Elmondja, hogy az édesapja találta azt a dobozt, amiből készítette. And I bought the balloons from the 99 cent store. A lufikat pedig az 1 dolláros boltban vette. Wow. That's incredible. Ez egyszerűen csodálatos, és így mindenkinek még jobban tetszik a jelmeze. A másik lány pedig egyszerűen felforr az irigységtől. How'd you learn how to do all that? De mégis, hogy tanultad meg,
hogy ezt hogyan kell elkészíteni. Egyszer egy bölcs férfi azt mondta nekem, tudti, hogy azt az idézetet fogja elmondani, amiért a másik csaj kinevette. Erről van szó. Nem arról szól, hogy neked mennyit van, hanem arról, hogy amit van, abból mit tudsz kihozni. Halljátok? Mindjárt elérzékenyülök én itt. Annyira szép volt ez az egész. Tapsoljunk is! A másik lánynak az apja is tapsol, és szerintem ilyenkor nagyon-nagyon szégyelli most magát, hogy a lánya így viselkedett. Nem pedig annyira jól, mint a másik csajsz, aki megnyerte a versenyt, még hogy nem fogja megnyerni mi. Tudod mit? Ez nevetséges. Mégis mi nevetséges? Az nevetséges inkább, hogy így viselkedsz, és hogy nem tudsz veszíteni. Egyből oda iszol az apjának, hogy gyere apa, menjünk. Hát nagyon remélem, hogy nem fog a lány után menni. És dehogy nem, ugyanis nem akar vele rosszban lenni, de azért milyen jó fejen gratulált a másik csajszinak. Na és akkor itt ért véget ez a történetünk. Annyira melegséggel töltött el a szívemet a vége. Annyi szeretet volt ott meg minden. Jó volt látni amúgy, hogy a Chase egyszerűen nem hagyta magát, és folyamatosan a fejében voltak az édesapjának a bölcs szavai, és nem hagyta egyszerűen eltántorítani magát, és azért is megcsinálta a jelmezét, és hát meg is lett az eredménye, ugyanis sikeresen megnyerte ezt a versenyt. Az élet amúgy ilyen, hogyha nem hallgatsz másokra, akik lehúzni próbálnak téged, meg minden, csak mész előre, és csináld a saját dolgaidat, akkor nagy eséllyel sikereket fogsz elérni, hogyha eléggé kitartó vagy. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videó. Nagyon, de nagyon remélem, hogy nektek is tetszett. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalam, plusz a webshopom, na meg a gameplay csatornám is ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!